Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Iszett vagyok, Boszorkány főpapnő és mágus. Mai témában én arra gondoltam, hogy a jövőbelátás, a médiumítás, a jóslás, tehát minden olyan dolog, amivel kapcsolatosan úgy ügyfeleim megkeresnek, meg az embereket ugye érdekli. Mert sokszor és sokféleképpen már hallottam tévhiteket, tisztelet azoknak a kollégáknak, akik maximálisan tudásuk magaslatán vannak, hogy ők ugyanúgy felvilágosítják az ügyfeleket, viszont vannak, akik nem. Na most a jövőbelátás is az nem azt jelenti, hogy 10-20 évet megjósolunk, persze természetesen a fő dolgokat meg lehet, de az, hogy most, bocsánat a kifejezésé, ki milyen bugyi van, azt egy kicsit nehézkesen, mert ugye helyzetek vannak, tehát események történnek, körülöttünk lévő dolgokkal, emberekkel kapcsolatosan, és akkor már a kisebb, apróbb részletek, azok természetesen nem olyan szinten fognak megvalósulni, mint ahogy azt mondjuk akkor mutatják, amikor mondjuk a jóslást vagy médiumítást kéri az ügyfél, vagy akár bárki. Na most picikét itt a jóslásra mennék, és nagyon sok embernek fölhívnám a figyelmét arra, hogy amikor elmegy jósoltatni, tehát ez is egy picit olyan, mint egy bizalmi állás, tehát hogyha végigjár mindenkit, mindenki a maga tudása szerint fogja elmondani, akkor gondolhatja, hogy oké, amikor tényleg a nagy részét ugyanaz kapja, de ha mondjuk eltér a többitől teljes egészen, mondjuk elment 3-4-hez, és mindegyik tök mást mondott, akkor már picit el kell gondolkodni, hogy vajon ő volt-e jó pazva, vagy ő értette-e jó, vagy ő nem esetleg kiadta önmagát, vagy esetleg megfelelő szakembereknél volt-e. Hangsúlyozom, én nem szeretnék senkit, és igyekszem mindig a műsoraimban kifejteni, hogy senkit, de senkit nem szeretnék megbántani, de igenis az ügyfeleknek is, aki jósoltatni akar. Én tanácsolni szoktam az én ügyfeleimnek, vagy akik engem megkeresnek, hogy minden esetben írják fel előtte, mielőtt bejelentkezik, és el szoktam a lehetőség szerint, hogy írják fel, hogy a kérdéseiket, mert lehet, hogy pont másra fogunk kitérni, és ugye nem fér bele az időbe. Az sohasem jó, amikor úgymond nyitott kaput hagyunk egy jóslásnál, mert a jóslás is egy mágikus eszköz, tehát azokat be kell csukni, azokat az energiákat. És ezért is fontos, hogy én javaslom, hogy írják össze nagy vonalakban, hogy mire kíváncsi. Most természetesen nem arra, hogy mondjuk a barátjuk vagy barátnőjük mit evett, vagy hova megy most lépésről lépésre, hanem mondjuk egy párkapcsolati kérdés, egy munkakérdés, egészség, tehát ilyen nagy vonal, tehát összefoglalva, és azon belül már meg lehet nézni, hogy ugyan mik történnek. Na most a másik, hogy én javaslom az ügyfeleknek, azoknak az embereknek, akik arra szánják magukat, hogyha elmennek jóshoz, akkor, vagy életükben először, és nagyon sokszor van olyan, hogy még nem volt, de azt mondja, próbára teszik a jósokat. Én is találkozok ilyennek, és sőt, én megmondom őszintén, nekem semmi bajom ezzel, hiszen mindegyikünk földi ember, itt élünk a földön, most vannak olyan ügyfeleim, akik sok évvel ezelőtt még szkeptikusok voltak, most már hála jó Istennek azt mondhatom, hogy ő is azt a tábort erősíti, aki hisz a szellemvilág erejében és csodájában. Na most, hogyha valaki először megy el, ne nagyon mondjon magáról részleteket, mert akkor esetlegesen belefuthat egy olyan spirituálisnak mondott, én nem mondanám, hogy azok az emberek, mert aki félrevezeti az embereket vagy jóst, akkor azzal nem csak, hogy ő neki járt az életében, hanem önmagának is, csak az a baj, hogy ezzel nem, sokan nem foglalkoznak. Tehát az, hogy miért is, mert a bármi, amit végzünk, amivel foglalatoskodunk spirituális szinten, az minden mágikus eszköz. Tehát én hangsúlyozom mindig az ügyfeleimnek is, hogy a jóslás is nem játék. Tehát nem eszünk közbe, volt, aki azt mondja, a munkahelyén közbe pakolja ki a rekeszeket, ilyet nem lehet, hiszen egy energiamezőben van. Nem fogja azt a tiszta képet kapni, és akkor természetesen azt mondja, hogy bocsánat, az a jós vagy ez a jós nem volt megfelelő. Holott neki is fontos, hogy megteremtse azokat a körülményeket, ami tiszták, ami lehetőség szerint nem zavaró körülmény, hiszen minden energia vesz minket körül. Na most a jóslás nem csak kártyából történik, hanem ugye energiával is. Tehát azt mondom, hogy médiumítással, például én saját magamról is beszélve, meg vannak olyan
kollégáim, akik kereftfől nézek, és tisztelettel, mert tudom, hogy nagyon-nagyon jó szakemberek, és médiumitással ők is ugyanúgy megnézik. Minden mágikus eszköz, tehát minden kártya, vagy minden jós eszköz, az mágikus eszköz. Na most innétől kezdve mi jósok megadjuk a tiszteletet, ugyanúgy a tiszteletet a vendégeknek is, az ügyfeleknek is meg kell adni az égiek felé, hogy ugye lekérjük az ő életébe azt az információt, hogy tiszta legyen az a kép, ne legyen zavaró tényező. Mert amennyiben mondjuk ő ott van mondjuk egy munkahelyen, vagy egy többen vannak, akkor akár másnak az, akinek fontos lenne, hogy tudjon dolgokat, másnak az életéből is elkezdünk mondani. És akkor azt mondja, hogy hoppá, nem stimmelt. Tehát ezekre is javaslom, és pont ezért, mert utóbbi időben én is találkozok ilyenekkel, és ha mondom és szólok, akkor néha van úgy, hogy az ügyfél megsértődik, de hát az miért probléma? És ezért gondoltam, hogy ezt a műsort is erre szánom, mert igenis fontos, hogy a kérdező is, akit érdekel a saját maga élete, tegye meg azt a tiszteletet, hogy nem közben, mit tudom, hogy játszótéren van, vagy buliban, vagy munkahelyen, lehetőség szerint olyan helyet teremtse. Ha más nem, akkor nem tudja, hogy megteremteni, akkor üljön le egy padra, ahol lehetőség szerint nincs senki, nem zavaró körülmény nincs, és akkor legyen elvégezve a jóslás, akár telefonon, ha ő megbízik a jósba, vagy pedig személyesen. Itt főleg ugye a telefonos jóslásra hívtam föl azoknak a figyelmét, akik ebben gondolkodnak. Na most ugye többen megkérdezik tőlem is, hogy ugyanúgy működik-e. Na most az energiáknak, az információnak nincsen tér és ideje. Tehát ha valaki látja, akkor nem kell vele szemben ott ülni, ugyanúgy látja az energiáját, ugyanúgy látja azt, hogy milyen körülmény van ő körülötte, vagy mi várható az életében. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy sokszor előfordul, legalábbis az én tudásomban és áldásomban, amit kapok föntről, hogy ugye többször fölhívják az ügyfél figyelmét valamire, és ugye el kell mondani. Na most ugye van úgy, hogy valaki azt mondja, hogy én már ezt elmondtam. Igen, de azért mondatják el velem, vagy vár ki a kollégák közül is, mert neki azt nyomatékosan tudatni kell vele, mert esetlegesen egy baleset lehet belőle, vagy bármi egyéb. Tehát meg tudja akadályozni mondjuk egy nagy balesetet azzal, hogy többszörösen figyel oda, és nem lesz belőle csak mondjuk egy kisebb defekt, vagy egy kis koccanás. Ezek igenis nagyon fontosak, mert akár emberi életről lehet szó, akár már mások testi és szellemi, vagy fizikai egészségéről is van szó. Ami nagyon fontos, ugye nagyon sokszor én nekem is fölteszik egy-egy ügyfél előfordul, hogy milyen kártyával jósolok. Mindig azt szoktam mondani, hogy hagyjuk meg a jósnak, hogy ő még jós eszközt vesz és még kártyát elő. Mert ugyanis ő tudja pontosan, hogy arra a kérdésre, vagy éppen aznap még neki, vagy annál az ügyfélnél még jós eszköz és még kártya lesz a megfelelő. Tehát azért, mert ő most, mit tudom én, cigánykártyával jósoltatott, vagy tarotkártyával, nem feltétlenül, akihez elmegy másikhoz, az mondjuk ugyanazt a kártyát ismeri, vagy éppensége tudja. Vagy az ő életében akkor, abban a helyzetben lehet, hogy pont az a kártya nem fog beszélni, hanem mondjuk csak a tarot, vagy csak a cigánykártya. Mert ezek ugyanis a kártyát megszólítjuk tisztelettel az égi segítség által. Mondom, én hangsúlyozom, azért is hívtam ezt így föl a mindenki figyelmét, mert ugye az elmúlt időszakban ugye nagyon sokszor telefonos konzultációkra volt lehetőség, és ezért is ugye vannak, akik ugyanúgy továbbra is azt kérik, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi is a jóslás. A jóslás épp ugyanúgy kifáraszt, az nem annyi, hogy fogom és kirakom a kártyákat, tehát ez nem egy römi kártya, nem egy pakli játékkártya, Fekete Péter kártya, hanem ez egy jós kártya. Itt energiákkal dolgozunk, és higgyék el mindenkinek tisztelet, és minden tisztelettel mondom minden kollégával szemben, hogy ezek kimerítők, tehát igenis elfáradunk, mert csak az ő életében nézünk bele, energiájával átjön az energia részecskék, tehát érzékeljük azt, és érzékelem én is, hogy most van-e nála átok, van-e rontás, van-e bármi, vagy az otthona körül, vagy bármi egyéb, és ezek kimerítőek. Tehát tiszteljük meg azzal a spirituálisnak választott azt a szemét, akihez mi elmentünk, vagy fölkerestük, hogy igenis szegezzünk egy bizalmat.
És én azt szoktam mondani az új ügyfeleimnek, hogy az első 10 percben nincs meg a bizalma, akkor fölösleges tovább húzni, akkor az anyagokat természetesen elrendezük, ahogy kell, de fölösleges, mert ha nincs meg, akkor később sem lesz meg a bizalom. Mert az első 10 percben kialakul egy kontakt, egy rezgés, hogy ő megbízik-e. De ez általában azoknál van, aki hát eljöttem, vagy fölhívtam, mert éppensége, csak úgy kíváncsi vagyok. Én erre is azt szoktam mondani, lehet, hogy lesznek, akik nem értenek egyet velem, hogy csak úgy kíváncsiságból ne kezdjünk el jósoltatni, ne kezdjünk el belenézni az életünkbe, mert mágikus eszköz. Na most gondoljunk csak bele, elmondja a jós önöknek, vagy bárkinek, hogy mondjuk lát egy átkot, vagy lát egy balesetet. Hiába mondja ő azt, hogy könyörgöm, hogy nem lesz nagy baleset, figyeljen erre ebbe az időszakban, vagy abban az időszakban, ő elkezd ezen kattogni, és akkor biztos, hogy behúzza. Na most ilyenkor van az, hogy igenis, ne húzza be, hanem azt nézze meg, hogy mit tud ellene tenni. A másik, ami nagyon gyakori kérdés, ugye itt a párkapcsolatokkal kezdeném, vagy átokrontás. Amikor már az ügyfél mondja, hogy igen, rajta van rontás, hagyjuk meg azt a spirituális szakembernek, hogy rontás, átok, negatív blokk, stb. Van. Hadd tudja ő eldönteni, hadd lássa. Úgy szoktam fogalmazni, hogy nem mondjuk meg az orvosnak se, megyünk hozzá, hogy fáj a fogunk, de nem mi mondjuk meg, hogy most tömje, vagy kihúzza, vagy pótolja, hanem ő a szakember, és azért mentünk el hozzá, mert megbízunk benne. Tehát egy bizalmat ugyanúgy, hogy hagyjuk meg a spirituális szakembernek, vagy ki hogy nevezi, jósnak, tanácsadónak, teljesen mindegy. Én az utóbbi hónapok gyümölcseiből kezdtem így összeszemezgetni, és azért is mondtam, hogy készültem ezzel a műsorral. Mert ha elgondolkodunk, emberek vagyunk, kapkodunk, ugye időre van a jóslás, nem lehet kapkodni. Tehát a jóslásnál nem lehet kapkodni, semmilyen más spirituális eszköznél, mágiánál, itt időre, itt nem lehet az, hogy gyorsan minél több kérdést tegyek fel abba az időbe. Amennyit éppensége engednek, és amennyi benne van. Na most a szerelmi dolgoknál. Ugye most teszem azt, látszik egy párkapcsolatnál, hogy ez a kapcsolat nagyon-nagyon szépen tud működni, vagy jól tud lenni, de hát könyörgöm, ugye ott a szabad akarat. A Jóisten megadta nekünk ezt a csodálatos lehetőséget, hogy a szabad akaratunkkal éljünk. Pontosan ezért, hogy látja az illető személy, hogy jó lenne az a valaki, vagy valami, vagy az a hölgy, vagy az a férfi, vagy akármi, vagy fordított esetben mondjuk, ha olyan van, hogy egy kapcsolatnak kapott több esélyt, és nem tudja úgy elengedni, és ott van benne, hogy már nincs dolguk, akkor el kell tudni fogadni, de ezt majd egy másik műsorban, itt most a jóslásról is, hogy akkor igenis az azért van, hiába látja a jós, és hiába, mert minap volt különben egy ilyen esetem, amikor az ügyféllel ugye néztük, hogy neki ott a párkapcsolat ezzel és ezzel az úriemberrel. És ő közölte, hogy ő nem akar többet tőle, nem akarja pasit, nem akarja semmit, ez egy 60 valahány éves hölgyről beszélünk, nem mondom nevet, tehát nem is egy kis csitiről beszélünk, az úriember az 70 körül van, és nem akar, de jól érzi a társaságában magát. De ugyanakkor mégis akarna. Tehát nem tudta eldönteni, hogy most mit akarok. És ugye tehát a kártyában is, sőt, én elővettem már a tükörjóslást is, meg a vízzel való jóslást is, hogy hát, ha rosszul láttam, és mindenütt mutatták, hogy nekik nagyon karmikus a kapcsolatuk, tehát egymásnak vannak lendelve, tehát egymás életében ott kell, hogy legyenek, párkapcsolati szinten. Na most... Mind a két féle, főleg a hölgy az ott vacilált. Na most nyilvánvaló, hogy nem fog összejönni, mert ő annyira akkor besugalta magának, meg az úriember is, hiába mutatják, hogy ott van, lehet, hogy összejönnek, mondjuk haláluk előtt, mondjuk egy fél évvel, most csak így mondtam példába. De akkor is meg fogják egymást kapni, mint párkapcsolat, mert nagyon egymás életében vannak.
attól, hogy most bármelyik, vagy a hölgy, vagy a férfi meggondolja magát, vagy ugyanúgy mondjuk egy belegkapcsolatnál nézünk, mert ilyen is van, valamelyikük meggondolja magát, akkor természetesen hiába mutatják, és már neki megy a tükörnek, de ő akkor se fogadja el, mert majd ő makacskodik az égiekkel. És egyre nagyobb hibába megy bele. És ugyanígy van, amikor mutatják nagyon intenzíven, hogy munkahelyet kell váltani. Ő még nem vált, mondjuk én is elmondom, hogy lassan kéne kezdeni, keresni, mert nem lesz jó, mert itt vagy kirúgják, vagy egyéb, mert benne van az életútjában, hogy egy másik munkával foglalkozzon, másik fajta területen, ő nem, mert a kényelembe szépen megvan, és utána x idő eltelik, akár egy év, vagy bármennyi, és keres az ügyfél, hogy igazam volt, nem fogadta meg, kirúgták egyik napra másikra, és ott maradt munkanélkül. Tehát az a rosszabbik. Tehát ő eldöntheti, hogy még marad benne, mert ami nagyon intenzív és nagyon erőteljesen mutatják, azt nem tudja elkerülni. Csak lehet, hogy sokkal rosszabbul fog járni, mert ha ő mondott volna föl, akkor mondjuk szépen tud elmenni, megkereste az új helyét, csodálatos. Ha megkirúgják, akkor természetesen ott van, hogy neki keresnie kell állást, és lehet, hogy elterik egy hónap, két hónap, három hónap. Közben ő behúzza magának még a negativitást, még nehezíti a sorsát. De a spirituális szakember, a Jós, az megmondta, csak ő ellenkezett vele. Na most ezt hívjuk úgy, hogy szabad akaratnak. Tehát mindenki el tudja dönteni, de akkor is, ami nagyon erőteljes, és ami sorsszerű, nem is karmikus, sorsszerű, azt nem tudja senki elkerülni. Ha indián táncot jár, akkor sem. Bocsánat, én így szoktam fogalmazni, én általában mindig őszintén mondom el, csak itt megpróbálom úgy, hogy szépen fogalmazzak. Na most a médiumitás az ugye annyiban különbözik, hogyha Jós még ugye médium is, és látja a dolgokat, hogy akár, ha akarja, ha nem, megjelennek neki a lelkek, és elkezdi mondani, hogy hoppá, itt van egy, velem is számtalan szó előfordul, hogy egy nagyszülő vagy egy olyan elhunyt szerette, és meglepődnek, mert ők nem ezt akarták tudni. Igen, de ha az a lélek üzenni akar, akkor nem tudjuk elkerülni, akkor igenis kommunikálni kell vele, át kell adnunk az üzenetet, mert nekem is volt olyan, hogy nem engedte az ügyfél, és éjjel 11-kor kellett fölhívnom, mert éppenséggel jött folyamatosan az információ. Na most addig én nem tudok lenyugodni, mert nem tudok tovább dolgozni, mert az az egy infó van bennem. Na most ezek ugyanúgy kell figyelni, tehát át kell adnunk, meg kell érteni a spirituális szakembert, a Jóst, a médiumot, boszorkányt, mágust, teljesen mindegy, honnan nézzük. Aki ezt az áldást megkapta, meg kell tudnunk érteni azt, hogy nekik át kell adni az információt. Sokszor engem is furcsán néznek, mikor csak úgy mondom a dolgokat, és utána bebizonyosodik. És azt mondják, hogy hű, tényleg igazad volt, igaza volt, mert lehet, hogy akkor egy kicsit őrültnek nézünk ki, akik médiumok, de sajnos ez nekünk rossz, hogyha nem adjuk át az információt. Ha minden áron át kell adni, akkor át kell. A másik, amit szeretnék ugye elmondani, ugye ez a médiumítással, tehát meg lehet bármilyen lelket kérdezni információban. Ne azért kérdezzük meg, hogy most könyörgöm, hogy most hova tette az aranyórát, vagy éppenséggel miért veszekedett vele 14 éves korában, mert ilyenre is volt példa, és közben már 60 éves elmúlt az illető. Nem, hanem valóban fontos dolgot, hogy ők, mert azok a lelkek, akik elhunytak, tulajdonképpen is fönt vannak a fénybe, ők már akár egy segítőik lehet annak a személynek, akinek egy hozzátartozója. Azt kérdezzük meg, hogy mi az az ő életében, amit az a lélek, az a szellem lát, vagy tud, amit mi még földi halandók nem, és akkor könnyebben tud haladni az élete, mondjuk akár párkapcsolatnál, akár munkában, egészségben, merre menjen, hova lépjen, tehát ezekben tudnak segíteni. És én azt szoktam mondani, hogy igazából ez legyen a fontos, ne visszafele menjünk, hanem előre menjünk. És akár még abban is tudnak segíteni, és ugyanúgy a spirit, hogy mi az a hiba, amit mi elkövettünk mondjuk egy párkapcsolatban, és hogyan tudjuk elengedni még ebben is, vagy hogyan tudunk segíteni, hogy a másik földolgozza a mi hiányunkat, vagy éppenséggel miért kaptunk még esélyt, mert ezek mind segítően hatnak a illető személy életére. Ugyanúgy munkába is, mert van olyan, aki nem tudta elengedni a munkahelyét, az, hogy ő éveket ledolgozott. Igen, be kell látni, ennyi volt, azért kapta ezt, mert most
tovább kell tudni lépnie, mert új életszakasza jön, új lehetőség jön az életébe. Tehát ezekre mind-mind nagyon kell figyelni. Kicsit ugye még egy picit oda térnék vissza, hogy ugye mi, és én elsősorban most magamról beszélnék, mert sokan azt mondják, hogy kicsit kemény vagyok. Igen, kemény vagyok, és bocsánat, hogy magamról is beszélek ebben a műsorban, mert ez nem játék. A spirituális információ kérés, most próbáltam úgy megfogalmazni, hogy mindenki számára érthető legyen, bármilyen formája, az igenis kimerítő, ahogy már a műsor elején is elmondtam, és ráadásul igenis nagyon-nagyon fontos, hogy azt úgy adjuk át, ahogy nekünk közvetítik, mutatják. És itt nem lehet barátságból, nem lehet egymást cirógatni, persze oda kell cirógatni kell az ügyfél lelkét, hiszen ők is emberek, és ugye mindannyian mi is emberek vagyunk, tehát mi még át is érezzük azt, látjuk azt, most gondoljanak bele, hogy önök hallanak egy információt. Mi, médiumításunk révén, áldásunk révén nem csak, hogy látjuk, vagy nem csak, hogy elmondjuk, és összeolvassuk a kártyát, vagy bármilyen más jós eszközt, hanem át is érezzük. Rajtunk keresztül megy az az energia, rajtunk keresztül megy az az információ áradat, akár, hogy hol van valakinek egy betegsége, az ugyanúgy lehet érzékelni, vagy mi történt a családjában, milyen tragédia lelkileg minket, ez ugyanúgy megvisel, még ha ez valakinek furcsa is, vagy megmosolyogtató, hiszen emberek vagyunk, ráadásul spirituális személyek, mi sokkal intenzívebb a rezgéseink, sokkal érzékenyebben érezzük azokat a behatásokat. Ez az egyik, amit úgy nagyon szerettem volna a mai adásban elmondani. A másik, amit tényleg hagyjuk meg a jósoknak, hogy milyen jós eszközzel dolgoznak. És legfontosabb, megtehetjük mindenki otthon önmagá is, egy egyszerű kis jóslással, de csak is kizárólag, és most egy olyan tanácsot adok, ami csak hangsúlyozom, nagyon erőteljesen csak is az őrangyalaktól kérhetnek információt. Sok mindent hallottam már, hogy vettek itt jóskártyát, ott jóskártyát, és ezzel magukra pakolták az átkot, mert ha csak negativitás lát, már ő magának behúzta, plusz az energiák, és már vége, vagy megnyit egy kaput. Tehát én nem javaslom. Amivel javaslom, hogy nem fog senki ártani önmagának, és a környezetének, mert nagyon fontos, hogy egy fehér gyertyát, nem mécsest, itt tényleg fehér gyertya legyen, és csak is kizárólag az őrangyalunkat kérdezzük. A gyertyalángját nagyon nyugodjunk le, higgadtan kérdezzük, hogy mutassa meg, hogy mondjuk, tudom én, sikeres lesz-e a műtét például, vagy kibékülök-e a barátnőmmel, vagy mit tudom én, lottó ötösön nyerek? Úgy, nyilván nem. Tehát, hogy teli találatos szelvény lesz-e. Most a gyertyalágja mindig először kérdezzék meg, hogy jobbra, balra vagy körbe fog forogni, mutassanak egy igent, nemet, ugyanúgy a gyertyalágja meg fogja mutatni. Ha valamire nem mutatja meg, akkor nincs ott az ideje, hogy megtudják az információt. De semmiféle jóskártyákat, cigánykártyákat, nem javaslom, hogy vegyenek, mert igenis saját életüket tudják negatív irányba megpecsételni, mert ez nem játék. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, bízva abba, hogy a mai műsorom is érdekes volt, és tudtam olyan hasznos információkkal szolgálni, ami mindenkinek az életében egy pozitivitást hoz, vagy akár egy tudástárat. Úgyhogy mindenkinek kívánok nagyon jó egészséget, a viszontlátásra!